A Wing Chun Kung Fu-t Ip Man nagymester kezdte el nyilvánosan is tanítani. Korábban a kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett az oktatás. A nagymestertől tanult Bruce Lee is, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öregmester legutolsó és legképzettebb tanítványát Leung Tinget nevezte ki örökösének. A Magyar Wing Chun Egyesületet Szifu Mádai Norbert alapította, és ő is vezeti. Ő volt az első, aki ezt az irányzatot Magyarországon elkezdte tanítani 1986-ban, és számos magas fokozatú mestert nevelt ki az idők folyamán. Mádai Szifu 1991 óta Leung Ting nagymester személyes tanítványa, az egyetlen nem kínaiként a Wing Chun titkainak őrzője. Neki köszönhető, hogy ez lett Magyarország legnépszerűbb kung-fu stílusa. Máig rendszeresen tart szemináriumokat, edzőtáborokat Magyarországon és Kelet-Európában, illetve vezeti a mesterek hétvégi edzéseit. November 19-én Szifu Mádai Norbert Pécsett tartott szemináriumot. Hosszú évek óta járok ide, és mindig nagy öröm eljönnem, hiszen személyes tanítványa volt, aki sok-sok évtizeddel ezelőtt berakta itt Pécsen a Wing Chun alapjait. Úgyhogy ha hívnak, akkor mindig jövök, és nagy örömmel oktatom az itteni tanítványokat. Vannak kezdők, vannak középhaladók, haladók és mesterek, tehát széles a mezőny. Igyekeztem úgy összeállítani a szakmai anyagot, hogy a kezdő is találjon belőle érdekeset, és a mesternek se legyen unalmas, aki eljött, és a szakmai szimpóziumunkon részt vesz. Volna megyéből és Baranya megyéből jöttek tanítványok. A Chamkyo Wing Chunnak a hitkeresés, az a neve a formagyakorlatnak, az a téma. Itt már az alapoktól azért eljöttünk a haladó szintre. Lépések vannak, fordulások vannak, könnyökütések vannak, rúgások vannak. Tehát már épülünk szépen föl, a jó alapokra mindig könnyű építkezni. Úgyhogy most ez az a szakmai anyag, amivel dolgozunk. Akkor vagy utána a mesterenk, azok dolgoznak tovább és újra építették az iskolákat. Én azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik klasszikus értékek iránt vonzódnak, azok egy több száz éves kung-fu stílust, ami a világ legnépszerűbb kung-fu stílusa, azok szívesen tanulják, és hát látod a teremben is, hogy tele vagyunk. Minden harcművészetben az fontos, hogy a hetente kétszer másfél óra, azért ahhoz, hogy magas szinten üzze valaki, az nem elég. Ez bármilyen sportban nem elég. Tehát valaki amatőr szinten vagy hobbi szinten akar kung-fuzgatni, oda elég a kétszer másfél óra, de ha kung-fu mester akar lenni, ott nyilván sokkal több energiát, erőt és időt kell belefetszölni. A kétnapos szemináriumon kezdők, középhaladók, haladók és mesterek is részt vettek. Én Pécsről érkeztem, és már 5-6 éve kung-fuzok. Én egy bemutatón láttam, és megtetszett, és akkor eljöttem edzésre. Igazából nem tudom, hogy mi tetszik a legjobban. Így az egész, hogy ki van alakítva, hogy nem arra van alakítva, hogy aki a legerősebb, az fog nyerni, hanem inkább a gyorsaság. A pécsi szemináriumra nem csak Baranyából, hanem Tolna megyéből is érkeztek tanítványok. Szekszárdról érkeztem, és közel 13 éve kung-fuzok már. Kung-fu egy életmód, ez a Wing Chun. Nincsenek versenyek, mindenki saját magát akarja felülmúlni. Nagyon megfogott, és nem tudom abba hagyni, tehát életem végéig fogom küzdeni. A második forma gyakorlatnak az alkalmazásait gyakoroljuk. Nyilván nekem az összes szeminárium tetszik. Mindig egy kicsit szeretnék jobb, ügyesebb lenni, nincsen kitűzött célom most a jelenleg, de nyilván szeretnék minél feljebb és feljebb jutni a fokozatokkal, majd idővel feljebb kerülök én is remélhetőleg. A Wing Chun hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca nő, aki a technikát hölgyek számára kifejlesztette, figyelembe vette a matematika és a fizika törvényeit, az emberi anatómiát és a puszta fizikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, a gyorsaságra és a könnyedségre helyezte a hangsúlyt. Önvédelmet akartam tanulni, és igazából ez tűnt a legszélszerűbbnek. Másfél éve, és az, hogy hatékony, és tényleg életképes sportág. Legalább mesterig el szeretnék jutni vele. Igazából edzésen elég sokan vagyunk most lányok. Azt, hogy most itt kevesen vagyunk nők, azt nem tudom, mi történt most. De igen, nők szemet álltak ki, és tényleg ugye arra épül, hogy minél hatékonyabb technikákat, nem pedig az erőre. Elég nagyon tetszik, jók a feladatok, viszonylag egyszerűek, mi a kezdőknek is. Most egy ökölütés ellen gyakorlunk védekezést. A szemináriumon ezúttal is a férfiak voltak többségben. Azt gondolom, hogy ez egy jó példa lehet arra ez a
beszélgetés is, hogy hát ha hölgyek is kezdet kapnak, hiszen a mozgás kultúrája, a taktikája, a stratégiája, a harci elképzelései, az alapelvei, egyáltalán mindene az tényleg valóban a nőknek számára lett kidolgozva és felépítve, azok a struktúrák, azok a mozgások, amiből ez táplálkozik, az ellenfélének a kölcsönvétele, a rövid villámgyors mozgások, a csak a célszerűségre való irányulás, én azt gondolom, hogy ez kimondottan nőknek hasznos és használható. Ebben a stílusban minden mozdulatnak megvan az értelme, hogy mit, miért és hogyan kell csinálni. Olyan, mint egy sakkjátszma. Az egyik fél megnyit valamivel, a másik válaszol, esetleg kontratámad, melyre újabb ellenlépés következik. Nem igényel különösebb fizikai erőt, akrobatikus hajlékonyságot, és az életkor sem befolyásolja. Bárki bármikor elkezdheti.